Kedves nézők, ahogy a műsor elején említettem, forgatócsoportunk ott volt a Mozdulj Közhasznú Alapítvány sajtótájékoztatóján, már csak azért is, mert a hatos csatorna támogatója a gálának. Az összeállítást készítette Szalai Zsolt szerkesztőriporter, Horváth Gábor operatőr és Gerstenbrenn Zsuzsi vágó. Így már hagyománnyá vált, hogy a Mozdulj Közhasznú Egyesület különleges gálával lepi meg a művészetkedvelő közönséget. 2016. május 7-én az Arany 10 Kultúrházban ismét színpadra lépnek hazánk tehetséges művészei, köztük egészséges és fogyatékossággal élő táncosok, énekesek, előadó művészek, hogy együtt bizonyítsák be, az alkotás lehetősége mindenkiben ott van. Sövényen ugrik a fény, és gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselget, s már feleselget, fenn a magasban, fenn a magasban, dörgedelem vagy, dörgedelem vagy, dörgedelemmel, dörgedelemmel, s kék jeleher vagy, s kék jeleher vagy, lenn a tavaknak, lenn a tavaknak. Május 7-én a Mozdulj Közhasznú Egyesület egy újabb jótékonysági este készül. Igen, az Arany 10 Kultúrházban május 7-én délután 3 órától nagy szeretettel várunk mindenkit, aki kíváncsi egy ilyen esélyegyenlőségi gálára, amikor fogyatékossággal élő művészbarátaink lépnek fel hírességeinkkel. Néhány hívó nevet kérnék szépen. Egyrészt szeretném elmondani, hogy nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az Estfél fővédnökségét Balogh Erika, az Arany 10 Kultúrház igazgatónője vállalta el, és művészbarátaink, akik miatt tényleg feltétlen érdemes eljönni, Agárdi Szilvia énekesnő, Kozma Orsi, szintén énekesnő, László Attila, Balázs Zsolt, Daniela Ivanova, hogy a sort még esetleg folytassam, Hajdan Vali, Sára Irita, kerekesszékes táncos, aztán a Rolling Country, kerekesszékes táncegyüttes, természetesen ott lesz Fóris Norbert, stand-upos, a Parnograszt együttes, úgyhogy sok olyan meghívott vendégünk lép fel, akiket eddig még nem láthatott a nagy érdemű. És természetesen nem véletlen maradt ki Kriszbai Teca, aki mindig tolmácsolja a Mozdulj Közhasznú Egyesületnek a himnuszát, amelyet többek között te is írtál. Így van, hát ez egy szánypróbálgatás volt a részemről. Kriszbai Teca mindig ott van Napsugár Annával együtt, hiszen ők a stabil tagjai a mi himnuszunknak, hiszen ráíródott a zene is, és a szöveg is. Sorsunk körbe fonja a kényeget. Édes még szebb a halál. Repült így velünk a féktelet. Léted nem lesz szürke már.
azt mondja nekem a Mozdulj himnusz, hogy tenni kell igazából a sorsunkért, és a segítség, mint ahogy a referén is mondja, csodákat teremt. És ez így van egyébként pontosan, és nagyon-nagyon sokat jelent ez a dal nekem, ugyanis tényleg az embernek tenni kell, és nem szabad ülni és várni a sült galambot a szánkba, hanem a döntéseinket a kezünkbe venni, és az életünket megragadni és segíteni mindenkinek, akin csak tudunk, és csak adni, hiszen adni jobb, mint kapni. Adjunk és ne elvegyünk, mielőtt még elmegyünk. Simuljon egymáshoz vállunk, ha elesnénk és ha állunk, így tudunk tovább haladni, és egymás mellett maradni. Adjunk és ne elmegyünk, mielőtt még elmegyünk. Nem lesz a hétköznap sivár, ha lesz minden nap, aki vár. Ránk ragyog a nap felettünk, mi bántott mindent felettünk. Adjunk és ne elvegyünk, mielőtt még elmegyünk. Nem mindegy, hogy itt hagyunk, magunkból még itt hagyunk. Adjunk és ne elvegyünk, mielőtt még elmegyünk. Adjunk és ne elmegyünk, mielőtt még elmegyünk. Adjunk és ne ismét az Aranytíz Kultúrházad otthont a Mozdulj Közhasznú Egyesület rendezvényének, Balogh Erika házvezetője, ezúttal a fővédnök is. Miért tartottátok fontosnak, hogy beengedjétek ezt a rendezvényt, és hogy elvállald a fővédnökséget? Hát az nagyon fontos, hogy segíteni. Én gyerekkorom óta azt tanultam a szüleimtől, hogy akár a fáknak, a virágoknak is segíteni kell, hát akkor hogy az embereknek igen. És hogyha lehetőségem van és megtehetem, akkor én a hétköznapokban is próbálok valóságosan segíteni. Egyébként ez most egy ilyen érdekes alkalom, mert én igyekszem a háttérben maradni, tehát én nem szeretek szerepelni, én nem azért csinálom ezt, hogy én rólam szóljon ez a történet, hanem rólunk szóljon. Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody got the fever, that is something we all know. Fever is such a beauty, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. Ismét házigazda szerepet vállalt el a Mozdulj Közhasznú Egyesület rendezvényén. Ezúttal hármasban egy premier is lesz. Ez hogy fog történni?
Hát nagyon nagy szeretettel és örömmel vállaltam ezt a feladatot, és már korábban is voltam. Kifejezetten ilyen művészeti projekten még nem, tehát általában a Dunapalotában, illetve a szokásos évvégi jótékonysági nagy gálán volt a műsorvezető, illetve fellépő is. Ez most azért tetszik, és azért fog szerintem szintén jól sikerülni, mert itt kifejezetten az alkotásra és kifejezetten a fellépőkre lesz nagyobb hangsúly helyezve. Tehát mindenki dallal, tánccal, énekkel készül, és most nem annyira a divat bemutató része lesz a hangsúly. Azt gondolom. Úgyhogy igen, hárman csináljuk a műsorvezetést, és különböző kombinációkban, majd párosával fogunk kijönni, illetve egy kis meglepetéssel mi is készülünk, hozzáteszem. Ez most itt a helyszínen született, meg a sajtótájékoztatón, hogy egy ilyen hármas összművészeti projektet akkor rakjunk össze. Én ugye a szaxofonista is vagyok, hogy akkor a kerekesszékes táncos csapatból is lesz egy ilyen kis bemutató, illetve a hölgy az énekkel, és akkor így hárman együtt alkotunk majd valamit, még mi se tudjuk mit, úgyhogy majd addig kiderül. Nem kérdés, azt gondolom, hogy fogyatékkal élő társainkat egyrészt el kell fogadnunk, másrészt pedig ugyanolyan lehetőséget biztosítsunk nekik, hiszen ugyanolyan emberek, ugyanolyan lelkek belül. Most, hogy a sors, vagy az élet, vagy a biológia egy kicsit hátrányosabb helyzetbe hozta őket, erről nem ők tehetnek, ugyanakkor miért ne legyen teljes értékű az életük. És hogy ezt a lehetőséget ezt megadjuk, illetve erre másoknak is felhívjuk a figyelmét, hogy ők ugyanúgy tudnak alkotni, ugyanúgy tudnak élni, ugyanúgy éreznek, akkor ez nem kérdés, hogy erre akkor odaadjuk az időnket és az energiánkat, és örömmel tesszük, és hát ennyi idő alatt most már itt tovább több mint 4 éve dolgozunk együtt a Mozdulj Közhasznú Egyesülettel, már barátság is kialakult, már tényleg ismerősként köszöntjük egymást így a rendezvényeken. Egy picit azt sajnáljuk, hogy nincsenek gyakrabban, vagy sűrűbben ezek az események, de hát ugye az idő hiányél mindenki rohan. Ha már évente 2-3-szor van, szerintem az már nagyon jó. Másodszor vagyok itt, és nagyon fontosnak tartom, hogy itt lehetek, és nagyon örülök annak, hogy segíthetek ennyivel is a jelenlétemmel, a dalaimmal. Számomra nagyon fontos ez a rendezvény, és örülök annak, hogy ezt támogathatom, hiszen én úgy gondolom, hogy a fogyatékkal élő emberek is ugyanolyan egyenrangú emberek, mint mi, és joguk van mindenhez, tehát. Közhasznú Egyesületnek a sajtótájékoztatóján vagyunk. Hogy érezted magad? Nagyon jól éreztem magam. Korábban már hallottam a rendezvényről, és csupa jót és csupa szépet. És tavaly Kárászi Vizongora művész volt a védnöke, és ő is rengeteget mesélt. Úgy gondoltam, hogyha idén felkérnek, akkor örömmel vállalom, és hát fel is kértek, én pedig örömmel elvállaltam, mert ez egy jó ügy, hogy fogyatékkal élők és nem fogyatékkal élők egy színpadon állnak, és együtt énekelnek, vagy szavalnak, tehát hogy együtt működnek, és ez nagyon jó. Az Egyesület célja az, hogy minél több fogyatékossággal élő amatőr művésznek adjon lehetőséget a bemutatkozásra. Ezért az idén új fellépők színesítik a gála műsorát. Az est bevételéből az Egyesület az idei 6. Balaton körüli tandemes kerékpártúra látássérült tagjainak a részvételét biztosítja. A rendezvény főtámogatója az Aranytíz Kultúrház, amely évek óta biztosítja a helyszínt. Jótékonysági gála lévén jegyeket hol lehet kapni? Jegyeket az Aranytíz Kultúrházban, és természetesen e-mailben is lehet rendelni az Egyesületünk honlapján, mozdulykukac.hotmail.hu címen, és természetesen azért azt szeretném mondani, hogy támogatói jegyeket adunk el, és tiszteletjegyeket. Természetesen a támogatói jegy azoknak szól, akik esetleg nem tudnak eljönni, és szeretnék mégis az Egyesületünk látássérülteknek szervezett bicikli túráját támogatni, hiszen a jótékonyság része ezt a rendezvényünket fogja szolgálni.
Köszönöm.